Tök fölösleges húzni tovább az időt szerintem. Hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, a VOD nézőket főleg. Ugye innen fog indulni az egész. Megnézzük a Phasmophobia-nak a halloweeni eventjét, hogy ezt a Crimson Eye vagy a Blood Moon, bármelyik. Hát Crimson Eye a bejegyzésnek a neve, a Blood Moon meg szerintem az event. Ha minden igaz. De mindegy, az a lényeg, halloweeni eventet fogjuk megcsinálni. Ugye az a feladat, hogy a Point Hope-on, az Edgefield Road-on, a Grafton Farmhouse-on, illetve a Willow Street-en le kell fotózni bizonyos trófeákat, valamint meg kell, ugye ahogyan írja, tehát be kell azonosítanunk a szellemet, teljesítenünk kell a mellékküldetéseket. Nem tudom, hogy most itt az összesre gondol-e, vagy csak mellékküldetéseket. Nem tudom, hogy most itt az összesre gondol-e, vagy csak próbálkozzunk vele, nem tudom. Megpróbálom az összeset megcsinálni, ha nem sikerül, akkor meg újra megyünk a pályán. Fogalmam sincs, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, ugyanis semmit nem tudok. Mint ahogy általában, én általában mindig úgy játszok, hogy nem tudok semmiről, mert úgy izgalmasabb szerintem. És úgy... Jaj, bocsánat. Már félre is nyelek itt az elején. Ugye le kell fényképeznünk a megtalált totemeket, és... hogyha ezeket a totemeket összegyűjtjük, akkor ugye ezt a véroltárt, hát legalábbis nekem így fordítja le a játék, ugye ezt kell majd megérinteni, és akkor fog elvileg történni valami. Na, ez az event amúgy már is jobban tetszik, mint maga a... remélhetőleg. Na jó. Nem akarom azt, hogy a... túlságosan is izzasztó legyen ez az event, úgyhogy megpróbálom a legegyszerűbb játékos fokozaton megoldani. És hát meglátjuk, hogy mit kell tenni. Na, azt mondja, menjünk sorjába, én azt mondom, a Point Hope-ot hagyjuk a végére, mert szerintem az a... ezek közül, a pályák közül szerintem ez a legnehezebb. Úgyhogy kezdjük Edgefield-el. Kész vagyok, indítás. Na, úristen. Ja igen, az én játékom azért sokkal világosabb, mert nekem úgy van beállítva a játék, meg ez nyilvánvalóan a ti érdeketek is, hogy többet láthassatok a játékban, mert amúgy meg piszok sötét ez a játék. És aki láthatta a régebbi Demonologistos videóimat, azok is ilyenek voltak, és fel kellett utólag világosítanom, mivel ott még sajnos az a funkció nem jött be, ami a Phasmophobia-ba is, hogy ki lehet világosítani a... az Nvidia-nak köszönhetően a játékot. Na jól van, azt mondja, egyedül válasz, hát ez nekünk ez nem éppen információdús. Azt mondja, parabolikus mikrofon, EMF, és meneküljünk el a szellemvadászat elől. Hát ez valami borzasztó ez a magyar fordítás, de örülök neki, hogy legalább van. És ha jól hallom, esik az eső? Ó, azta! Na, ez rohadt jól néz ki. Ez rohadt jól néz ki. Komolyan mondom, ez rohadt jól néz ki. Ez nekem nagyon tetszik már most. Na szóval akkor kell nekünk egy zseblámpa, egy termométer, egy... meg egy EMF. Az EMF az egyértelműen meg kelleni fog. Hát igen, ez a szarabbik EMF, de hát most... Azta! Azta rohadt! Hopp! Köszönöm szépen a úr, miért ilyen halk ez a játék? Várjátok egy picit? Érdekes, mindegy. Meg kéne találni a szellemnek a tartózkodási helyét. Azt mondták, hogy a szellemek erősebbek, mint valaha. Nem tudom, most csak nekem pixeles ez a hely amúgy? Itt valamit dobott. Hallottam, itt valamit dobott. Ez itt volt? Lehet, hogy fent volt. Lehet, fent volt. Aha. Több mint valószínű, hogy fent volt. Fú, de nekem ez a map, ez nagyon tetszik. Ez, szerintem ez eddig nagyon... Hoppá. Haló? Azt a rohadt élet. Miért kifelé nyílik a budi? Most így ez a nagy-nagyobb kérdésem az egész földön. Ja, nagyon fontos, ugye Airball event volt, tehát akkor magyarul Oni már nem lehet. Lidérc.
Bazzak, de megijedtem ettől a szartól, ami itt van. Várjál, ezt kinyitotta. Itt kint vagy? De mindenhol 20 fok van, hát haló. Fú, ez nekem nagyon tetszik, ez a lámpás rész. Hát persze, még a hideg is kirázott, mikor izik. Mi? Mi? Ezek mindjárt megöl minket, most gondolkoztam. 18 fok. 17. Itt a fürdő? Most vagy a fürdő? Vagy itt benn? Nem. Nem, itt biztos, hogy nem. Basszus, UV-t kellett volna behozni. Most gondolkoztam rajta. Hú. De szerintem itt lesz, mert itt van 18 fok. Most nem tudom, hogy esetleg itt a WC-ben, itt 17. Jó, valahol itt van az a lényeg. És felkapcsoljuk a villanyt. Most nem tudom, csak nekem ennyire... ilyen... alacsony textúra minőségű a pálya, vagy... szétdobált cipőket. Van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy inkább lent van. Na jó, nagyon fontos, kereszt. UV, meg kell keresni a totemet még, az nagyon fontos. Szerintünk az az úgy... hát az eléggé lent van. Mi a fasz, mit keres nálam? Só. Ja, mert mondtam, hogy kell. Jó, én hülye. Jó, mindegy. Hát most nem is tudom, hogy hova tegyem a keresztet, most bevallom az őszintét. Hát... hát lehet, hogy ide tőből ide teszem. De mivel kinyitott egy ajtót, lekéstem sajnos szerintem az új lenyomatról. Ah, de hülye vagyok, megvan a totem. Hát itt van a totem. Hát nagyon remélem, hogy itt a szellem. Mert... most akkor fölöslegesen elhasználtam egy... só tömeget. Na mindegy, majd kiderül. Amúgy levittem, amúgy feljebb ment a szenitím, és látjátok, semmi aktivitás már nincsen, úgyhogy... jó, hát ez egyértelmű, csak hogy... na jó, van, beviszünk egy kamerát, beviszünk egy docot, meg egy könyvet. Mert még az a gond, hogy mindig nem tudom, hogy hol van. Ez egy banshee? Ez hallod, ez frankon mondom, hogy ez egy banshee, ez folyton rajtam van. Aha. Valamit csinált, meg kettes az activity. Aha. Nyitogatod az ajtókat, viszont nincsen új lenyomat. Érdekes, érdekes. Ablakon sincsen? Nincs. Jó, lekapcsolom a lámpát, mert a docot nem fogjuk látni. Meg amúgy meg semmit sem. De szerintem amúgy sem fogjuk látni. Van egy olyan megérzésem. Mintha bensi lenne, de nem vagyok benne biztos amúgy. Még. Na nézzük. Hát ha látunk... hát ebből annyira sok mindent lehet látni. Mi ez a fénytömeg ebbe a szobába, de tényleg. Hát ha ebbe te valaki meglátja a Ghost Orbot, akkor... neki van a legjobb szeme ezen a földön. Na nézzük szakkor. Spirit Box, még egy kereszt. A showban nem nagyon lépett. Nézzünk, parabolikus mikrofon próbálkozás következik. Nézzük. Ott is van egy olyan... izé, totem. Vagy akármi. Szerintem mit benn van? Egyértelmű. De nem lépett showba. Lehet, hogy teljesen rossz helyen vagyunk. Hova tettem a hőmérőt? Itt 20 fok van. 20 fok van a budin. 21. Aha.
Nem mondod, hogy a szellem még a helyét is változtatja. Hát akkor jó, becuccoltam egy olyan helyre, ahol nem is volt a szellem. De itt amúgy két helyen is volt, olyan totem. Ú, basszus. Egy már... Szerintem ez lent van. Hopp, 4 fok! 4 fok, várjatok. Akkor itt van az előszobában. Hát gyanús volt nekem, hogy dobálta, itt eldobta a cipőket, ez nekem nagyon gyanús volt amúgy. Hát mondjuk egy keresztet ide. De amúgy ez egy, akkor ez egy nagyon vándorlós egy szellem. Mondom, hogy akár még Bensi is lehetne. Hát zseblámpát azt nem tudom, hogy hogyan dobjam le, mondjuk valahogy így. Még inkább nem, várjatok. Úgy kéne le... Jó, most már fix, hogy itt van. De ne dobáld már szét mindent, hát... Jönnek ide a takarítók, miután végzek veled, aztán Mindent nekik kell elpakolniuk, helyetted. Nem baj, legalább a gyönyörűséges doccot most már legalább mutatni fogod. Talán. Jó, mindegy. Meg ugye vannak még fent cuccok, de úgyis van még egy elmef idekint, szóval most ezzel nem fogok szórakozni, meg akkor már le is rakom így. Ezt a zseblámpát meg mondjuk így valahogy. Már nézzük meg, hogy ír. Hát, ha ad magáról a szellemjelet. Mert a Woodwinden is sikerült ez, a campsite-nál, hogy... ...hogy kívülről néztem meg. Na jó van, ha már egyszer ott vagy, akkor egy spirit boxot kipróbálok meg, akkor... Na, várjunk. Aha. Hallottam egy ajtónyitást. De vajon hol? Aha. Kinyitotta az ajtót, de nincsen fingerprint. Á, köszi. Na szóval, van egy spirit boxunk, viszont... Másunk meg nincsen, az a baj. De így hogy látsz meg Ghostorbot, könyörgöm? De ez így mi? Egyszerűen olyan szinten világos az egész, hogy aki ebbe lát Ghostorbot, ezt komolyan mondom, az egy isten. De ilyet nincsen, de tényleg. Na jól van, van parabolikus mikrofonunk, azt szerintem, vagy nem ez a sound sensor. Van motion szenzorunk. Hát nem is tudom még mi kéne, basszus, hát már minden evidence-t elhasználtunk. Se dodsz, semmi. De ne nyitogasd az ajtót, mert egyszerűen... Nem adsz új lenyomatot. Ki hitte volna. Jó, de akkor az új lenyomatot kizárom, mert egyszerűen... Te nagyon szereteted azt az ajtót. Na várjunk, Jurej még lehet? Fú, ez nagyon idegesít ez a magyar felirat, majd kikapcsolom a következő játékba. Szóval, UV nincs. Doccot nem láttam. Azóta se lépett showba. Lehet, hogy Lidérc. Még mit kezdhetnénk? Gyanítom, hogy Lidérc, viszont... Azt nem nagyon vágom, hogy a Doccon például akkor miért nem jelenik meg, ha már egyszer Lidérc. De akkor most mindjárt csinálunk egy 200 IQ-t, vagy ezt egy kicsit előrébb tesszük, hogy hát ha... Miért nem vagy jól? Mi a baj? Ó, van itt még egy kereszt, akkor ezt elveszem. Mert mi történt? Hol a másik tocs?
Opp, doc. Akkor nem is kell már a másik doc. Van egy santa gyanúm, hogy ez egy lidérc lesz. A showba nem lépés miatt, viszont nem akarom egyből rávágni. Mi kell a lidércnek? Szellemgömb akkor már nem lesz, úgy érzem. Írás Diogen. MF5. És hogy fogok ide MF5-öt generálni, az egy kicsit vicces hadművelet lesz. Hát jó, tudom, hogy ez csak Poltergeist-nél jön össze, hogy egy helyre dobálsz mindent és akkor interaktál valamivel, de... hogyha minden jól megy, ez az a docot meg így kérem. Nem tudom, mik vannak még itt. Hát ha. Na tényleg meg akkor... tényleg meg akkor még nem tudom, hogy ezt a totemet kell lefotózni. Wow. Na jó, ez para volt. Nekem hogy telt a napom? Hát... amúgy eddig egész jól. Egész jól. Most, hogy így nekiálltam streamelni, most így még jobb. Mert így... gondoltam, hát ha találkozok emberekkel, tudok beszélgetni. Mert hát amúgy meg... alapesetben nem... találkozok úgy senkivel se, akivel tudnék beszélgetni. Meg örülök neki, hogyha... így videózás közben tudok valakivel beszélgetni. Mindig jól esik, hogy itt van valaki. És érdekli, hogyha érdekli is azt, hogy mit csinálok egyáltalán, vagy csak beszélgetni, nekem már az úgymond siker. De várjunk akkor itt akkor több ilyen totem van, amit le kell fotózni? Mert ha igen, akkor az amúgy nem is rossz. Aha. És ezt amúgy hogy írja be a hold totem? Aha. Ez mind... hogy? Hogy kaptam két csillagot egy hold totemre? Hát én kiégek. Emlékszel rá, hogy... ez hanyas. Ez csak kettes. Na jó, egy elmefet eldobok berettől. Hopp! Ó, végre megvan az elmefötünk, szóval ez egy lidérc. Nagyon jó. Ez egy gyönyörű szép orvos lehet a... na nézzük. Azaz, ott sétálsz el, köszi. Na jó, van, még keresgélek totemeket, hát ha bedob valamit. Vagy hát valahol még van, mert biztos, hogy van. Aj, de nem szeretem az MF sípolást. Valaki tudja, hogy amúgy mennyi totemet kell ezeken összegyűjtögetni? Ez csak így keresztkérdés, mert mondom, nem tudok semmit. Mondjuk pincében még nem voltam. Ez amúgy nagyon a Wraith-re utal ez a sok aktivitás a falakon keresztül. Azt szorolt el, várjál, hozok zseblámpát. Ja, négy van, akkor biztos van egy a pincében még. Ha nem haragszik meg senki, akkor nem szeretnék most másokkal játszani. Remélem ezt senki nem haragszik meg érte. Na, várjál, Summoning Circle. De várjál, én eddig csak hármat fotóztam le, akkor hol a negyedik? Ez az Edgefield. Hol a negyedik? Lehet, hogy elrohantam mellette. Ja, várjunk, az emeleten ott a szoba végén nem voltam még. Igaz. Ne nyitogass be annyi ajtót. Várjunk. Szerintem nem voltam itt a folyosó vé... úristen. Opp, itt a csont. Na, várjunk csak akkor ezt így. Lehet, hogy itt még... de miért kifele nyílik minden? Nyár óta. Érdekes. Ezt valaki magyarázza már meg nekem, vagy... elnézek, és akkor eltűnik az ajtó. De akkor hol a negyedik? Mert eddig én hármat fotóztam le. Érdekes.
Vagy valamit nem néztem meg. Hát nézd, nem tudom, azt tudom tanácsolni szerint. Már volt ilyen nekem is. Hát ez nem igaz, nem találom az izét. Utolsó totemet. Biztos, hogy négy van. Már mi nem az, hogy négy map, hanem hogy egy mappon mennyi van. Vagy lehet, hogy én értettem félre. Az is meg lehet. Mert hogy én nem találok többet, az is biztos. Pedig mindenhol voltam. Amúgy egy gyors... biztos, hogy négy. Hát... nézd, én hiszek neked. Csak... nem találom. Tehát, hogy... te is láthattad, hogy itt végig... futkoztam az egész mappon. És semmi. Ha négy totem van, akkor nem tudom, hol a negyedik. Ne! Bazd meg, túl sok időt töltöttem a sötétben. Bazd meg, elfogyott az összes izé. Sanity-m. Ajaj, akkor futi van kifele. Áááá! Basszus! Tudtam, hogy elfogyott egy idő után a sanity-m. De nem, csak 40-em van. Akkor az úgy átlag hunting range. De már mindegy, mert úgyis megvan. Ugye el kellett volna menekülni, csak nem volt nálam izé, se gyújtós, se füstölő. Szóval nem tudtam volna elmenekülni, tehát a melléküldit nem tudtam volna megcsinálni. Parabolikus mikrofon, meg az is kéne, ugye? Lehet random, azt mondod? Az érdekes, hogy itt elóról tudtok kommentelni, én meg nem. Vagy lehet, hogy ez ilyen streamer probléma, na mindegy. Az elmefötöt látom, tolod. Hát remélem, hogy minél előbb rendbe jön a mellkas fájdalmad. Nagyon remélem. Mielőbbi felépülést kívánok. Na jól van, hát most azt kéne, vagy ugye van a summoning... az meg, van a summoning circle. Perfect game-et már úgyse tudok csinálni, mert két csillagos kép, az meg úgyis kell a izé miatt. Az event miatt. Hát mi finomat ettem ma? Hát... és ti mit ettetek eddig? Chrome szerint random, hát... nagyszerű. De ezeket mindig le kell fotózni, vagy csak egyszer? Mármint úgy, hogy jövök egy mappon, és akkor mit te mondjuk megyek ezután úgyis Willowra, akkor... akkor ott is lefotózom, tudom, csak hogy... akkor nem kell még egyszer Edgefieldre jönni. Mi a gyász? Na mindegy. Szóval 40% Sanity-nél Hunt-tól ez a jó ember. És ugye... a... ugye a Summoning Circle az, ha jól tudom, 0%-ra leviszi a Sanity-det, minden bizonnyal. Úgyhogy ezt valahogy úgy kéne megcsinálni. Hogy előtte mindenféleképpen egy... parabolikus mikrofonos... meg kéne csinálni. Itt sétált belém docsal a szellem. És nem adott izé hangot. Elképesztő. Na, egészség. Jó, köszönöm, ennyit akartam. Most már meghántoltathatjuk nyugodtan. Viszont még kéne... az szép. Ha én is megtehetném, hogy ilyen későn kelek, úgymond.
Akkor szép jó reggelt. Na nézzük. Jó, még egy füstölőt bedobok. Olyan hülye vagyok amúgy, hogy fel kéne kapcsolni a lámpát, mert már úgy se kell semmilyen activity, meg semmi. És akkor nem fogyna gyorsabban a szenitim, de amúgy semmi baj. Ez a gyújtóssal annyit világítok, hogy semennyit. De ebben kéne lenni a lámpa kapcsolva, csak megint olyan vak vagyok. Hát ez gyönyörű szép egy izé lámpa kapcsolás volt. Jó, egy füstölő. Két füstölő. Meg akkor az emeletre futunk, és akkor három. Most akkor elbújjuk a szekrényben, mert úgyis nyitva van. Mindegyik. Nézzük. Jó, akkor zseblámpára nem is lesz szükség, akkor viszont fel tudok venni egy... egy smudge-ot. Hát szerintem lehet, hogy inkább innen veszem fel a smudge-ot majd. Sőt, föl is veszem. Na nézzük csak. Hát ez hülye. Ember! Hát ez mi volt, hogy egyből jött? Hát nincsen valami izé, cooldown. Hát... áh! Istenem. Hát ez szép, gyönyörű szép volt. Jó van, semmi baj, belefér. Na, és akkor most na, mondjuk a vérhold igazolványt azt megkaptam. Akkor ez azt jelenti, hogy... ah! De menőn néz ki! De menőn néz ki! Oké. Na várjátok, és akkor miért még bármiben is belekezdenénk, én visszaállítom. Önglisre. Ton. Legyen Grafton. Aztán ott is körbenézünk. De remélem valami jó mellékküldetés lesz, mert... fotó a szellemről, na hát ez gyönyörűséges lesz. EMF és... Ghost Hunt megállítás Crucifix segítségével. Hát igen, az egy kicsit problémás lesz. De itt vajon minden mellékküldetés meg kell csinálni? Mert ha igen, az kicsit kellemetlen. Na, várjunk akkor zseblámpa. MF. Termo. Remélem démon lesz. És akkor megint bukom a pénzt. Meg mindent is. Maga az egész kivitel, az nekem nagyon tetszik. Tehát nagyon szépen megvan csinálva, nekem nagyon tetszik speciál. Ennél sötétebb ez a hely már nem lehetne. 24 fok, itt az előbb volt 19. Hopp, ott van az egyik totem. Jó, ezt majd nem lenne szabad elfelejteni. Na itt mi van? Itt van a biztosíték, oké. Szerintem a biztosítékre nagyon nem lesz szükségünk, ha nem Jim vagy Mare van. Ó, még egy totem. Itt ennek hol van a lámpa kapcsolója? Itt. Nem találtam semmit egyelőre. Ott van a következő totem? Vagy nem? Nem. Remélem felkapcsolom az összes villanyt, és akkor...
lekapcsolja majd. Itt van még egy ajtó. Itt mi van? Úristen. Jól van. Csak volt semmi. Hallok valami hülye hangot, de... Ha? Te most rám csuktad az ajtót? Komoly? What? Jó, itt van, az biztos. Az biztos, hogy itt van. Ez már 3000%. Csak nem tudom pontosan, hogy melyik szobában. Ez majd kiderül. Akkor viszont ezt lekapcsolom. Szerintem azzal fogom kezdeni, hogy lefotózom a totemeket. Úgy lenne észszerű. Nagyon el vagyok szokva ettől a game-től. 10-es activity. Na, egy kereszt, két kereszt, és akkor kamera. Egyből az orb miatt. Amúgy ez nagyon szar, mert nagy a szoba. És nagyon nehéz lefedni a tier 2-es kereszttel. Sajnos. Az emeleten is biztos van izé, totem, mert ez egy nagy pálya. Nem itt tudom én... Valahogy a kinti részt is le kéne fedni egy picit, hogy... Hogyha esetleg kisétálna, amit a séd azt általában nagyon szereti. Akkor ne tudjon minket meglepni. Na jó van. Egyelőre jó éjszakát. Hát remélem ki tudok menni. Na nézzük, mire van szükségem. Először is a Ghost Orb-ot viszont megnézzük. Hát nem lesz szerencsém szerintem. Na jó, nem baj. Akkor dots, könyv és még egy kamera. Úgy van egy kis turpisság a játékban. Ugyanis... Ez a kamera, ez a tier 2-es kamera elvileg 4K-s. Viszont a maga a felvétel, amit rögzít, az csak 1080. De ez csak így érdekesség. Lehet, hogy itt bent van. Ezért akarom a docot úgy elhelyezni. Mert ebből a szobából úgy is kijönne. Ha minden igaz. Viszont én nem láttam, hogy melyik szobában van. Tehát egyszer csak megjelent, ugye? Ja, nem tudom mi a curse item, az... Tessék. Jó, van már egy pár tippem, hogy ez melyik szellem lehet. Viszont a kedvencem az egészben az, hogy... Nulla dot. 19. Szóval az is lehet, hogy nem is itt van, hanem ott van a bejáratban, mert ott amúgy az előbb lekapcsolta a villanyt. Gyönyörű egy szellem. Ez a megtévesztés mestere. De itt lekapcsolta a vill... Vagy nem ez kapcsol. Ez kapcsol. Ó, megvagy. Megvagy te. Ó, jaj. Na most kellett volna lefotózni. Most kellett volna lefot... Aha, van Ghost Orb, van Ghost Orb. Hogy változtattak a betűtípusokat. De a magyar az valami katasztrófa, most ne is haragudjon meg, aki csinálta. Nem tudom, olyan, mint hogyha össze lenne... izé, szorítva az egész. Miért nem lehetett annyi, olyan... sor közt rakti bele, mint ahogyan izé... itt volt.
A mimiknek a felvetését ezt most ne is emlegessük szerintem. Jó. Egyre nem érdekesebb a... Hopp. És nincsen izé... Footprint. Tehát akkor ezek szerint UV sincsen. És most kajak lekapcsolta a biztosítékot, komolyan mondom, ilyen szellem nincsen, biztos, hogy nem fogok a izé biztosíték után menni. Az 200%. Főleg úgy, hogy még nem is tudom, milyen szellemről van szó pontosan. Nagyon dobál. Az elmefet is sajnos a izébe hagytam. Melyek már csontot együtt telefotózom. Na jó van, valahogyan meg kéne indulni a... Meg kéne indulni a biztosíték fele. Na, nagyon szép. Akár ezt a lámpát le is kapcsolom, mert erre nem lesz szükségünk. Nagyon dobál ez a szellem. Oké. De te várj, tényleg még ott megnyomta. Megnyomta a... és lekapcsolta a villanyt, de jó. Fú, na várjunk. Hol van még totem? Szerintem valószínűleg az emeleten lesz, mert itt alul szétnéztünk már. Lekapcsolgass már a villanyt, nagyon idegesítő. Ez a Grafton Farmhouse, tehát elvileg... Amúgy elvileg minden a helyén van. Oké. Jaj, várjunk. Én hülye, megint nem hozok magammal izé lámpát, tehát így... Megint csak az én hülyeségem. Aztán meg szenítén meg már mindjárt izé... Mindjárt elkezd hántolni. És ezen csak kettő volt. Ezen a mappon. Szerintem. Ó, mindegy. Itt nem kapcsolok lámpát, mert tök fölösleges. Fényképezőgépet ezt egyelőre ide leteszem. Nagyon remélem, hogy meg fog jelenni a szellem úgy, ahogy az előbb is tette, hogy jól beszaratott engem. De ahogy látom, semmi. Jó, vissza kell mennünk a... Ezért kell... Jaj, mi kell nekem? Zseblámpa. Az kell. Ja, basszus, csak egyesével tudom most minden cuccokat, mert annyi minden van nálam. Na. Írjál, légy szíves. Úgyis a zongora fele vagy, úgyhogy oda teszem. Aztán mire visszajövök, remélem nekem írsz bele. Valami szépet írjon nekem. Na és akkor most hozom a docot, meg az elmeffet. A dochoz mondjuk kell sötétség. Revenant? Ajaj. Maga a Revenant ötlet az nem tetszik. Mert ha jól tudom, a Revenant az az a szellem, hogyha meglát téged, akkor felgyorsul, de valami olyan sebességre, amit... Á... Inkább nem is mondok. Vagy ez a kedvence... Wow, a docnak új animációja lett, azt jól láttam. Nézd csak. Wow, a docnak lett animáció. Vagy ez eddig is volt, mert amúgy nem vettem én észre soha. Ugye el kellett volna olvasni az update logot, ugye, amit én nem csináltam meg. Mindegy. Jó van. Jó éjszakát, mert láttam, hogy... Bezzeg az előbb meg úgy fosta magát szó szerint. Na mindegy. És már megint lekapcsoltad a villanyt. Hát ez hihetetlen. Legalább van új lenyomat? Legalább azon a cseszett villanykapcsoló le...
Várj. Jurej. Aha. Akkor még nem is tudom azt mondani, hogy egyszerre klikkeltünk. Hunt volt. De nem, mert nyitva volt az ajtó. Akkor viszont nem tudom. Bazeg, ez semmit nem mutat, érted? Tehát, hogy elme. Új lenyomatot már rég láttunk volna. Na várjunk, próbáljunk meg totózni. Abba úgyse vagyok valami jó. Tehát, Revenant Jurej Raiju Taye. Basszus, mi van, ha ez Taye? A Taye-nek kell freezing, nem? Nem. A Taye-nek pont nem kell freezing. A Taye-nek írás kell. Hát én annyira örülnék neki, hogyha írnál ebbe a könyvbe, de tényleg. És ez, hogy legboldogabb lennék a földön. De még azt sem mondhatnám, hogy előregítettem, mert benn sem voltam a helyén, tehát hogy... Ez nem valami igaz. Fényképezőgép azt... Nem ártana. CPM, köszönöm szépen a feliratkozást. Azért nem válaszolok az utóbbi kérdésedre, mert... az egy kicsit személyes. Szóval majd... Lehet, hogy később válaszolok rá, de... Most nem. Jelenleg nem szeretnék rá válaszolni. Tehát, hogyha ezeket a lehetőségeket kizárjuk, akkor elvileg ez egy Raiju. Na már most... De egy fok van. Jó, hogy már nem... De Raiju vagy Obake, de nincsen új lenyomat. Szóval akkor ez egy Raiju. Oké. Na, gyönyörű szépes Raiju barátom, légy szíves, jelenjél meg itt színem előtt, és... egy csodálatos fotót hagy vessek. Rólad, mert ugyanis kell a falamra. Jaj, gyerekek. Lekapcsolta a villanyt. De most legalább a szomszéd szobába, és nem itt. Hát, változatosság kedvéért. Hát... Ebben nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán bármi is. De ezen a mappon csak jelenleg 2 Moon Totem volt. Ez hogy lehet? Ez, hogy lefotóztam. Tehát lefotóztam. Hoppá, nyitja az ajtót. A mocskos Obakéja! Hát most jól megtévesztett. Gyönyörű szép egy Obake vagy. De végre basszus, lekapcsolgatta a villanyt, semmi. Kinyitja az ajtót, már var... Várjál, össze is fotózom. A gyönyörű szép, telibe vakúztam a izét. De elfogadta. Elfogadta. Most arra vagyok én kíváncsi, hogy esetleg ablakon van-e valami... gettós kéz. Vagy mivel már túl világos a játék, ezért az UV-ba már azt hittem, hogy jön. Na mindegy. Ez a show. Az is lehet, hogy 4 evidence van. De... Már nem. Így már nem. Ha csak nincsen Spirit Box, ennek újra próbálkozok. Mert hogyha esetleg lenne egy... érdekes... negyedik bizonyítékunk, akkor azt tudjuk, hogy mi lesz. Hát ezt passzolom. Huntoltatni nem fogom, mert elkap. Tehát, hogy... Summoning Circle-nél nincs annyi esélyem. Ahhoz legalább... Meg le is kéne fotóznom a szellemet. Tehát egyszerűen ez... Capture the photo of the ghost. Hát... Ahhoz mindegyik izé smudge-ot be kéne hoznom. Hogy jól el tudjak bújni meg minden. Lehet, hogy az eventnek köszönhetően nem is lehet elbújni. Mivel ugye mindenki van világítva. Mondjuk azt mondom, hogy ide még el tudnék bújni. Szerintem. És kösz szépen, hogy újra lekapcsoltad itt a lámpát. Tök jó. Hú!
Jó, le van fotózva a szellem. Nagyon szuper. Három csillagos ghost fotó, gyerekek. Hát így kell ezt csinálni. Meg akkor még jöhet a három só. Meg mondjuk még valami. De várjunk ez, de várjunk, nem... akkor tudnék rá két fotót csinálni, ha interakció lett volna, de nem volt interakció sajnos. Nagyon szuper. Akkor még egy sót behozok. És ha minden jól megy, akkor a footprint is menni fog. Én direkt most nem használok Sanity Pill-t, hogy... direkt nem használok most Sanity Pill-t, hogy esetleg meg tudom-e a Huntot a keresztel oldani. De bezzeg, most meg nem néz bele a showba, mi? Mikor már itt vagyok, akkor már... De ez a kedvencem belelépett a showba és nulla fruit, fruit izé print. Tehát az is mi volt? De mindegy. Ne világíts. És most miért nem csinál semmit? Miért nem csinál semmit? Nem igaz. Ez eddig nagyon unalmas lesz. Ne világíts el, nem... Na végre! És hopp, ott a csodálatos footprintünk. Na és ezzel ki van maxozva. És már csak egy hunttól kéne. Amúgy ez a vicces, hogy itt a... valamiért... de levegőben volt a footprint, de mindegy. Na jó van, én addig elkezdek körzájtemet keresni, míg nem jön. De amúgy vágom már ezeket a Halloween eventeket, hogy amik a falra vannak írva, azok elvileg... mármint arra, amire értelmes szöveg van írva. Az elvileg tud valami extra ilyen eventet csinálni. Elvileg. De semmi. Vagy nincsen izé cursed object, hát de pedig pont az kéne. Na jó van. Van ott a rádió. Megint maci. Megint... hopp! Elment az egész áram. Mert én nem is kapcsoltam fel sokat. Vagy alig, ha nem elégetették keresztet, de nem. De persze, hogy nem... nem, persze, nem kell elégetni a keresztet, de tényleg. Dehogy, minek? Az lenne az utolsó challenge, ugye? De nem. Nem fogja megcsinálni soha. Ez, mi volt a napi küldetés? Vagy a heti. Find the ghost type, bone. Hát igen, igen, én szívesen használtam volna a cursed itemet, csak hát... ja, meg a grafton volt, ugye. Na jó van. De én nem húzom az időt, mert ez tök fölösleges megvárni. Pedig aztán lehet, hogy csak így lesz jó. Most már rájöttem erre a hangra amúgy, ami itt van, ez a Demonologist-ba is a pentagramnak a izéje hangja amúgy. Édes Istenem. Na van, a következő házunk az Willow Street lesz, az már szerintem egy sokkal egyszerűbb pálya lesz. Most már próbálunk rákapcsolódni, mert egyszerűen ez... talán lesz annyira világos, hogy ne kelljen zseblámpát alkalmazni.
Egyelőre nem látok Ghost Orbot. Az a kedvencem, mikor ilyenkor szokott a pincébe lenni, hát ez valami elképesztő, de tényleg. Hú, várj, nem ebben a szobában volt az a... Úristen. Ap, nyitott egy ajtót. Ez lehet, hogy a kopinyó. Sőt, tuti. Tuti pince. Nem adja meg magát. Ugyebár. Hopp, még egy izé. Totem. Jó, mondjuk az is lehet, hogy nincs Ghost Orb, tehát hogy most hiába keresgélnék kamerával, ugye. Viszont valószínűleg ebbe a szobába lesz. Mély meglepő. De azért a Ghost Orbot így is beadhatta volna, most nem rosszból. Amúgy nekem ez az event nagyon tetszik, mert szerintem nagyon hangulatos. Tehát féle, ahogyan meg van csinálva, nekem nagyon tetszik. Jó, van akkor kereszt, könyv. Mert hát a orbot nem nagyon láttam. De amúgy véreső esik, mert amúgy az is menő. Mármint maga a... Tehát maga a vér az nem menő, csak hogy maga a... Az egész, ahogyan megvan csinálva, szerintem az menő. Ide teszünk egy könyvet, ide rádobjuk az elmefet gyönyörű szépen. Vagy hát te esetleg ötre kibillen. Ez én voltam ez a csattanás. Na. Pakolunk befele, hozom a fotókamerát, meg a... Tényleg a izéket, mellékküldetéseket meg sem néztem. Meg kell füstölni. Parabolikus mikrofon. Ó, hát ez füstölős, ez még azt mondom, hogy ez még jó is, ez a küldi. Na jó, van, nézzük, dots. Dots, könyv. Két docot hozok, mert ekkora területet könnyebb így lefedni. Meg még egy könyv. Ők nem is. Így. És így. És akkor mit te mondjuk a távolabbikhoz az elmefet. Hopp. Itt ott egy ajtót. Mindjárt már jövünk is az UV-val. Azt mondjuk nem mondta, hogy Perfect Game kell, szóval szerintem a maga a mellékküldi sem éppen arra épül. De ez majd kiderül. Nézzük a Ghost Orbot, van-e valami? Semmi. Hát egyértelmű. Jó, akkor Spirit Box. Show. Valahol kinyitott egy... Ah. Milyen rakoncátlan ez a szellem. De mondjuk itt lehet villanykére kapcsolni. Hát, ha lekapcsolja és lesz UV. Úristen. Jó. Ja, de hülye vagyok, hát a show. Abból is kiderül, hogy van UV vagy nincs. Annyi meg szépen beszélgetek vele. Semmi. Ez a kedvenc részem. Mikor próbálsz begyorsítani a játékba, mert az eleje olyan lassan indul, hogy ez valami elképesztő. Be akarsz gyorsítani, tessék. Na jó, van. Akkor előbb mondom, szerintem előbb csinálja a dolgát. De nincsen footprint. Szóval nem gondolom azt, hogy... Jó. Nem írt a könyvbe. Ebbe se írt. Jó. Menjünk tovább. És akkor most le fogjuk fotózni a totemeket. És ennyi előve ki is léphetni. Nem, amúgy. Végig csináljuk. Mindegyik mapon megyünk egyet. Aztán ennyi. Ezután már úgyis csak a Point Hope lesz, azt már ledalálom. Le.
Bár beszélni se tudok. 5. 5 és ír a könyvbe. Oh, de kösz szépen, hogy a földön mászol, olyan kedves vagy. Na jó, akkor ki is megyünk viszont. Szerintem ez egy shady. Ez egy shade. Két csillagos ghost fotó, te hülye vagy ember! Miért? Igen, ezek kiakadok, te ott volt a földön, az egész a rendszer ki. Mi most menjek oda full közel, az a jasszja szellem, meg minden, vagy mi? Embertelen. Na jól van. Ezt megjegyeztem, de a shade-nek mi kell? Fagyás. Hát, az mondjuk meg lehet, hogy van fagyás. Jó fotó, és akkor füstöl. Kell füstölő. Shade-et szívesebben huntoltatok, mint bármi mást amúgy. Viszont a shade az nagyon alacsony sanity-nél jön, szóval az lesz a másik probléma. Na most körbe kell néznem viszont, hogy totem. Nem tudom, hogy hol volt még totem. Egy volt a pincében. Majd a fagyást visszafele megnézem. Addig hagy hűljön csak a terület. Ez valami nagyon ijesztő ez a maci. Na, ott van még egy. Ez az persze az ágy közepén van, az hogy fotózzam le neked? És erre mit kaptam? Totemet vagy interakciót? Azt hittem már interakciót a macira, mert röhögtem volna. Na akkor lepincének. Na, nem ez. Vegy el arrébb. Jó, megvan itt is mind három. Végre. Hú. Hát amiért jöttem, az megvan. Ó. Vagy hülye vagyok, eldobtam a fényképet, de ebből olyan szép interakciókat lehetne csinálni mindig. De mindegy. Na. Vajon a shade ugye úgy ad magáról bármit is, hogy nem vagy a helyén. Szóval innen fogjuk megállapítani. Úgyis tára nyitva kiította a drága látós ajtót, szóval majd innen fogjuk hangoztatni. Hát ha ad valami hangot. Na, ugye a földön mászik, szóval szerintem inkább a földre kéne koncentráltatni a parabolikus mikrofont. Erre inkább nem mondok semmit. Gyerekek. És ugye ez nem volt meg parabolikus mikrofonként, mivel ugye ez nem hang volt, hanem... Hanem... Ugye. Istenem. Na jó van. Fussunk neki még egyszer. Remélem megint ugyanebben a pontba szépen megtalál. Ugyanúgy... Precízen jön. Ötös elmeffet hallok megint? Tényleg a... Freezinget megnézem. Három fok. Jó, de hát ez már szerintem így is úgy is sét, ha úgy nézzük, mert ez az egyetlen egy olyan szellem jelenleg. Most mindegy is, hogy mit csinálok. 2 fok. 1,5. 2,6. Jó, ez biztos lemenne mínuszra. De ne dobáljál, hanem adjál valami hangot, ember. Köszi. Ennyi. Nem fogom meghántoltatni, mert az öngyilkosság. Tehát, hogy nem tudok olyan gyorsan váltani, mert ez a szellem, ez egyből jön. Pedig amúgy tök jó, mert 50% sanity, szóval ha akarnám, még most is hántoltatható lenne. Ha még egy picit lejjebb vinném, de nem fogom húzni az időt, mert még a Point Hope-it is meg szeretném nézni, szóval biztos, hogy nem. Termo MF. Az igen, milyen jó. De milyen jó kulcsot adtak hozzá végre. Már ezt tetszik. Azt a FPS megint nincsen.
megvan. Tehát, megvan. Hát hallod, ekkora mászdit. De ugye a Point Hope-on van szerintem a legtöbb ilyen totem, mert itt be ezek 10 emelet van, vagy mennyi. Jó, akkor valószínűleg valahol itt lesz, az a lényeg. Attól függ, hogy az orbok hogyan repkednek. Vagy egyáltalán van orb, ugye? Jó, hát hoppa, az Ghost Orb volt? Ezt jól láttam. Aha, Ghost Orb. Akkor valószínűleg valahol itt van. Na, akkor ezt le is kapcsolom viszont. Jó, az a lényeg, van Ghost Orbunk. Hát gyerekek, legegyszerűbb játék lesz. És akkor kell nekünk egy kereszt, mik a mellékküldetések. Azt mondja 25% és escape a hunt elől. Hát, ez, ez nem biztos, hogy meg fog történni. Jó. És egyből könyv. Könyvvel nyomjuk neki. Mondjuk ide teszem. Hú, valami a renderéléssel nem éppen van a legjobb dolog, mert a játék eléggé furán tölt be. Ez nem tudom minek nevezhető, milyen anomália, de mindegy is. Á, ott volt a Ghost Orb. Akkor valószínűleg az elől van. Hát ez se fog válaszolni, akkor nagyon boldog leszek. Hopp, ír! De hogyha már itt vagy, akkor válaszoljál már! De csak sima izé. Mare Revenant táje. Hát felkapcsolta a villany, szóval Mare nem lehet, most vagy táje, vagy Revenant, de... Szerintem ez Revenant lesz, mivel... A táje meg minél, ugye, minél fiatalabb, annál aktívabb. Viszont ahogyan előregíted, akkor annál... kevésbé nem lesz aktív, szóval ez majd utólag ki fog derülni. Na jó, van akkor fotókamera, füstölő, mert Spirit Box nem volt. Hát mondjuk egy UV-t azért még bepróbálkozunk a show-val. Ezt jól meg azt mondtam, de értitek. Szerintem marha jó, úgyhogy, ja. Aha, és nem látok footprintet. Még úgy alapból sincsen kéznyom. Semmin se. Ja, az már nem is lehet akkor. MF5 sem lehet. Docnál táje, azt viszont nem láttam szintúgy. Pedig itt voltam. Fagyos hő. Nézzük. 6 fok. Hát nem szívesen mondom, de nem szeretnék a Revenantnak az útjába kerülni. Ha egy mód van rá. És fotókamera. Ugyanis lefotózzuk a totemeket. Ott már most látok valamit kint ott égni, nem tudom mi az. Milyen fasz a tükör? Na, nézzük. Van-e vala... Ó, de hülye vagyok, egy zseblámpát nem hoztam. Mindegy. Amit keresek, az úgyis ég. Szóval... probléma nagyon nincsen. Na, még egy. Nagyon jó. De amúgy most teszem fel a kérdést. Aki... most kezdte a játékot, és... úgymond neki nincsen...
fotókamerája. Az hogyan fotózik? Jó, tudom, ez most nagyon hülye kérdés, mert hát gyorsan valahogy felszintezi magát aztán. Aztán nyomja neki, de hát most könyörgöm. És megnézzük, hogy mennyi szelitim vagyok. Ugye el kéne érni a 25%-ot, a Revenant meg már szerintem az fölött támad bőven. Ez ilyen sét fajta. Jól van. Beveszünk egy ilyen pirulát. És akkor végül megnézem, hogy volt-e fagyás. Na, akkor viszont biztos, hogy Revenant. Aha, mínusz. Ez egy Revenant, tudtam. Tudtam, hogy Revenant. Mondjuk most a fotókamerát ki kéne vinni, mert... ezen értékes felvételek vannak. Na jó van, menjünk. Mert... az már nem lehet. Így van. De ezt a pentagramos részt azóta se értem, tehát hogy ide jövök, nyomkodok, és mindent el, meg bal, egérgomb, de semmi. Ez eddig is 56-on volt, vagy valami részemről ennyi. Mert úristen. Na jó, a részemről ennyi, megnéztem minden olyan pályát, amin az event van. Nekem nagyon tetszik ez az event, tehát szerintem nagyon jól meg van csinálva a textúrázás meg minden. Nekem nagyon tetszik tényleg. Csak keresni a választ. Szóval ez most ilyen betekintős videó volt úgymond az eventbe. Holnap folytatjuk, mivel jelitek. De semmi baj. Nagyon szépen köszönöm, aki velem tartott. Még egyszer CPM-nek köszönöm szépen a feliratkozást. Irány a 700 feliratkozó, úgy érzem. Ez lett volna a Phasmophobia-nak, úgymond ez az eventes része, ez a Crimson Eye vagy a Blood Moon, bármelyik. Na mindegy, ez lett volna ez az event. Mondom, nekem nagyon tetszett, azt nem értem, hogy akik például most kezdik a játékot, azoknak például honnan lesz fényképezőgépe. Tehát ezt az egyetlen egy részt nem értem, viszont amit úgymond oda tettek ezért az eventért, az viszont tetszik. Tehát ez a pentagramos rész nagyon jól néz ki, azok a pályák, amire be kell menni, az is nagyon jól néz ki, úgyhogy szerintem amúgy oda tették magukat. Nem tudom, vagy egy ember dolgozik ezen, nem is tudom pontosan, de mindegy, szerintem nagyon jó játék lett, nekem nagyon tetszik. Köszönöm szépen a figyelmet, hát holnap találkozunk, addig is mindenkinek további szép napot kívánok. És sziasztok!